Mindenkinek szép karácsonyi reggelt kívánok! Szilvási Tibi kérdésére, hogy mit jelent számomra a karácsony, illetve milyen gondolatokat osztanék meg. Röviden szeretnék válaszolni mindent, ami itt a kicsi komódunkon található. Mi évek óta úgy ünnepeljük a karácsonyt, hogy a lehető legegyszerűbb módszerrel jelezzük magunknak az ünnep lényegét. Tehát ami fontos a karácsonyban, a Szent Család itt található, ez a mi kis Szent Családunk, illetve az adventi gyertyák fénye, illetve pici csillogás, pici fényecskék, karácsonyi hangulatot sugalva. Mindez hozzásegít ahhoz, hogy ilyenkor az ember tényleg meg tudjon állni, és egy pillanatra, egy rövid időre elgondolkodni az élet fontos dolgairól. És ehhez a dologhoz, ami nagyon fontos ahhoz, hogy lelkileg újra és újra föl tudjunk töltődni, nagyon fontosak azok az ünnepek, az ilyen ünnepek, mint a karácsony. Számomra a karácsonyban az a legszebb és a legáltatosabb, hogy minden ember számára a világon, illetve a legtöbb ember számára a világon, ez az ünnep ugyanazt jelenti. Az az együttérzés, amely az emberiséget ilyenkor összefogja, az számomra egy óriási erő és egy óriási szeretetcsomag, amivel jó élni évről évre a következő nagy ünnepekig. Ennek jegyében mindenkinek boldog karácsonyt kívánok. Még annyit elmondanék, az egyik fontos dolog, ami számomra még a karácsonyban nagyon kellemes érzés, amikor egy csalóközi szokást éltetve minden szenteste mendikálva elmegyünk a legközelebbiekhez, és karácsonyi énekekkel próbáljuk megosztani az ilyenkor bennünket is eltöltő örömet. Boldog karácsonyt mindenkinek!